és már is érkezik ellenfele a piros sarokba. I'm calling to the red corner. Balogh Norbert! Szevasztok! Egy dolgot akarok csak mondani. Azt gondolod kis ember, pedig nagyon nagy. Azt itt és ver, még erejjel nem hagyja. Menetel előre, csak gyalogol tovább. Ütése, ha kőkemény vagy, akkor sem hagy alá. Hiszen is becsül, de remegni nem tud. Addig harcol, amíg el nem fut. Balogh Norbert, a név haton írt ide. A brigád tudod, mindig ott van mögötte. Nem veszem nincs idész, aki nagyon nagyot ver. Aki beleszalad, az a földön hever. Ötlecsasztan, ide-oda szalaszét. Darabokra tűnt az ellenfél kezét. Bal is jó, vegyemes a vért könyökkel. Ő az, aki téged csúnyán álva ver. Fáradt lehet, de a szíve a hatalma. És amíg tudod, addig van uralma. Imádkül Istenhez, ő kegyelje. Az ellenfele, nehogy keresztbe verje. Ezen éve ezt csinálja, ezt szereti. Mestereit, tanárait el nem felejti. Debrecen eljön, közel a gatyádat. Balogh Norbert a név, nincsen bocsánat. Debrecen eljön, közel a gatyádat. Cukoljatok neki, és van benne alázat. Debrecen eljön, közel a gatyádat. Balogh Norbert a név, nincsen bocsánat. A piros sarokban tehát Balogh Norbert. Közel a gatyádat, kondítszem a gatyádat. Magyar nagydíj első elődöntője, tehát a 71 kg-os kategóriában Balogh Norbert, egy 28 esztendős, nyugodtan mondhatjuk klasszis versenyző, aki nemrég Lengyelországban vívott egy profi K1 Max világbajnoki címmérkőzést. Korábban úgy volt, hogy klubtársával Tóth Gáborral kell küzdenie, de ezt a szervezők megváltoztatták, így az ellenfél Szűcs István. Őt sem kell külön bemutatni, a Baracska Thai Box Klub versenyzője, 12 éves küzdősport áll a háta mögött. Kickbox Európa bajnok volt, Kio magyar bajnoki, ezüstérmes, remek kéz és lábtechnika jellemzi, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy magas színvonalú összecsapást láthatunk. A győztes tehát a döntőbe masíroz. Döntetlen esetének egy extra menemes, Szűcs István és Balogh Norbert. Villámgyorsan dióhéjban elmondják még egyszer a legfontosabb szabályokat, amivel természetesen mindenki tisztában van, álmukból felkeltve is tudják, hogy mit szabad, mit nem, hiszen súlyos retorziókat alkalmazhat a bíró, ha valaki ezekről elfelejtkezik. Ugye igazi csillagok háborúja várható ma este, hiszen láthatják Bárdosi Sándort, a korábbi birkózó olimpiai ezüstérmesünket, aki most MMA-ban próbálkozik, itt lesz Felföldi Szabolcs, a hegylakó, címmérkőzésen Zilai Sándor is visszatér szeretett közönsége elé több éves kihagyás után, és hát Kótai Mihályt is hallottuk nyilatkozni, ő is nagy győzelemre készül, tehát igazán jó mezőny van itt. Egy fantasztikus felütés Balogh-tól, gyors volt, pontos, amilyen villámgyors vágás, amire nem nagyon lehetett fölkészülni. Nagyon összeszedettnek tűnik Balogh, kirobbanó formában van. Itt tulajdonképpen lendületből érkezett ide, edzésből, egy komoly címmérkőzés után látszik minden egyes megmozdulásán. Egy fantasztikus rugás fejre, len van Szűcs. Nem kell rá számolni, de az biztos, hogy egy icipicit megérezte ezt. Rosszul támasztott ki, ezért is került padlóra. Hát a Balogh így folytatja, akkor meg se fog izzadni. Minden támadása nagyon tudatos, érdemes megfigyelni, mennyire jól kombinálja, variálja a különböző kéz- és lábtechnikákat. Szűcs folyamatosan hátrál, próbálja valahogy hátulról esetleg feltartóztatni Balogot, ami nagyon nehéz jelenleg. Többet kéne Maigerit is rugni, ütni. Kifordult ellenfelet, nem illik megütni. Próbálja tördelni a kettős fedezéket Balogh. Szép, be a kesztyűk közé egy jobb egyenes. Aztán egy szép fejrugás. Majdnem teljes köríves rugást láthattunk Szűcstől, nem volt pontos. Sőt, majdnem ő járt pórul. Továbbra is Balogh dominál.
olyannyira, hogyha így folytatja, akkor azt gondolom, hogy ez nem fog végig menni. Egy szép combrugás. Szűcs talál talán először a mérkőzésen. Ezt nagyon eldobtam. Óriási levegő. A bíró nem azt mutatta, hogy egy villanykörtét kéne becsavarni majd a mérkőzés után, hanem az, hogy kifordult a versenyző. Hát Szűcs nem tud más csinálni jelen pillanatban, csak az egyik saroktól a másikig szambázik, és próbálja valahogy fölvenni azt a tempót, amit Balog diktál. Hát nem lesz könnyű, nagyon nem lesz könnyű, mert az első menetet vastagon elvitte Balog, óriási tapsot kap a műírtő debreceni közönségtől. Hát a kollégák gyorsan összevágtak egy olyan best of Balogot. A legszebb rugások, ütések. Nagyszerűen itt már a csirájában elfontja a támadásokat, megállítja a felderítőket, és aztán ő jön a nehéz tüzérséggel. Hát nehéz percek várnak, azt gondolom, Szűcs Istvánra, ha nem változtat most a harcmodorán. Neki kellene elsősorban kezdenie. Második menet tehát. A másik ágon Szűcs, Zeller István és Tóth Gábor fog majd küzdeni. Nem jöhetett be ez a Mavasigeri. Lábseprési kísérlet, ez is sokat hozhat a konyhára. Elég sokszor vonja ki magát a küzdelemből Szűcs, így próbál meg levegőhöz jutni, ez mély. Most tényleg kap egy kis technikai szünetet. Ez ilyenkor jár alanyi jogon a versenyzőnek. Tovább. Megcsúszott Balog, ezért nem tudta indítani a kísérletét. Egy elképesztő technikát láttunk, de nem volt pontos. Nagyon ritkán látunk K1 mérkőzéseken ilyet. Elsősorban karate meccseken jellemző ez. Kesztyűkre dolgozik most Balog. Jól hajolt el a rugás elől Szűcs. Forgó rugások nem jönnek be Szűcsnek, erre gondolom már ő is rájött. Valami mást kell kifundálni. Az nagyon kemény jobb horog. Lehetett látni, hogy a versenyző feje hát abnormális szögben elfordult. De talpon maradt Szűcs. Próbálgatja a térdet, Balog, amiből eddig nagyon kevés volt. Hiába tapsol a közönség. Nem kell számolni Szűcsre. De kint van a fogvédő, tehát egyre kevesebb a szufla, egyre kevesebb a lendület. Egy perc van még a menetből. Igaz, hogy Balog határozottsága is egy kicsit, mintha anyhult volna az első menethez képest, már talán nem brillírozik annyira, de most azért bemutatni egy nagyon szép technikát, és most padlóra küldi Szűcsöt. Nem együttéssel, nem egyrugással, hanem itt van meg az eredménye ennek az felőrlős taktikának. Vége. Ennyi a törölközőt is bedobták gyorsan. Biztos, ami biztos. Pelos Rodrigues, New York.
kemény és férfias küzdelemben hirdethetünk eredményt. Győzött KO-val, vagyis kiütéssel a második menetben 2 perc 20 másodperc után. The winner is by KO, a piros sarok, the red corner, Balogh Norbert. Látjuk még Balogh Norbertet a későbbiekben.